biztosan akad olyan pillanat, amikor én ki fogok akadni. És ez szó ismét les volt, amit az irodalomban nem lehet. Na szóztok srácok, én Baluka vagyok, és itt vagyunk a következő map végig játszós videóval. Igaz, hogy nem tudom, hogy teljesen végig fogjuk ebbe a videóban játszani ezt a pályát, avagy csak egy töredékét, de majd meglátjuk, hogy mennyire szeretnétek a folytatást. Nem lesz itt velem senki, mivel nem ér rá senki, és nagyon régóta volt videó, ezért elnézéseteket kell szeretném kérni. Próbálkoztam felvenni egy Bed Wars-ot, illetve tegnap is kiraktam egy videót, ami igazából őszintén nagyon rossz lett, le is töröltem, mert nagyon sok volt benne az olyan rész, ami úgy a magamhoz képest megalázó, de erről majd a videó közben szeretnék beszélni, hogy ne unnátok el a fejeteket. Itt mindenféle van, ilyen szabályok, meg minden. Ez egy parkour pálya igazából, mert meg fogjátok látni, miről szól szabályok. Don't no change game, ne váltsál át másik game játékmódot, ne törjél el blokkokat, illetve have fun and don't rage. Magyarul nem szabad rage-elni, ami nem tudom nekem mennyire fog összejönni. Ez az explanation, nem tudom ez mit jelent. Complete all, teljesítsd a 16 szobát. Parkour minden izé, és nem szabad fly-olni. YouTube meg a Twitter a srácnak, aki készítette a mapot, az itt megtalálható. Jó, amit akartok, csináljátok vele, ez nem mindenki leszarja. Press the button to start. Kezdjük. Jó. Na igazából, mint ahogy mondtam, erről szól a pálya, de közben számolja az időt, úgyhogy nem szeretném elhúzni a szót. Ilyen üveglapokon kell ugrálgatni és így kivinni a pályát. Nem voltam még ezen a pályán, magyarul nem tudom, hogy milyenek vannak. Megyek előre igazából, szóval jajjajjajjajj. Nem játszott, nem is kezdtem bele a pályának, meg se néztem, egy videót láttam róla, szóval az nem olyan nagy cucc, és azt se végig még igazából meguntam a felénél a hosszadalmas angol szövegelést. Na de amúgy azt, amíg így ugrálgatok, el szeretném mondani, hogy ugye ti a csatornámon lévő embereknek a töredéke tegnap már láthatott egy ilyen videót, amit ma már nem letöröltem, mert nem láttam annak értelmét, hogy ez fenn legyen a csatornám, mert valamiért nektek nem tetszett. Én megértem, mert nagyon sok volt benne a szidalmazás, nagyon sok volt benne az anyázás, a csúnya beszéd, és eléggé nagyképűnek tűntem ebbe a videóba, és azt mondtam, hogy ennél én tudok sokkal jobbat is csinálni, mint ezt a szart. Most bocsánat, most is káromkodtam, de na, most ezt nézzétek el nekem. Szóval én ennél tudok jobbat is csinálni, és egyelőre amúgy ez a pálya nagyon könnyű, szóval remélem lesznek benne nehezek, mert már másfél perce megy a pálya, és már teljesítettem, hogy 9 szobát biztos, de nem számolom, de gondolom, mert hát ez semmi. Így átjumpolgatok, és nem tudom. De viszont az a gáz, hogyha elcseszed, elcseszed. És én most szed vagyok, mert elcsesztem. Igen, ilyenkor jön az, hogy bekerülsz a büntetés szobába, és ilyenkor légy boldog. 123 másodpercet elcsesztük a pályát. És most kezdhetjük előről. Real? Real. Na szóval, hát elkiabáltam magamat, mert azt mondtam, hogy nem lesz egy nehéz pálya. De hát elcseszed, hát ott van benne az elcseszésnek a kombinációja. És megint majdnem elcsesztem. Lehet, hogyha nem kapkodnék ennyire, akkor simán meg lehetne csinálni a pályát, elsőre is akár. De valamiért... Tudod, én nem direkt csináltam, nekem nem állt szándékomban leesni, tudod? Vagy hogy teljesen, vagy hogy direkt volt, direkt este, mert tudjátok, hogy hogy tovább tartson a videó, nem azért, mert béna vagyok, nem, hanem hogy tovább tartson a videó, tudjátok, hát ugye megértitek. Na szóval, tűnünk újra a rózsaszín roomnál, szobánál, és itt nagyon félek, hogy nehogy lecsúszson a lábam a blokkról, és ez a pálya, ez nem volt semmi, és ezt nem is tudom, hogy minek rakták be. Amúgy a pályát 1.10-ben játszom, mert a map készítője azt javasolta, hogy ebbe játszam, ugye nem személyesen, hanem írásban, a leírásban, abban a leírásban. Rengeteg sok fontos információ található, de azt általában senki nem szokta figyelni, kivéve, hogyha esetleg egy mapnak a letöltés linke van benne, illetve hogyha egy Baluka ABC-nek a linkje szerepel benne. Én viszont itt nem merek jumpolni, mert félek, hogy leesek a parkürös tudományaimat figyelembe véve, tudja, hogy leesnék. De szerintem ideig nem jutottam még el, és valamivel gyorsabb vagyok, mint az előzőben, mert ideig, mint mondtam, nem jutottam el, és már csak, még csak 120 másodpercnél vagyok, járunk, de ilyen izéket nem tudom, minek raknak bele, mert ez rendkívül könnyű volt, és itt is egy kicsi...
megpróbáljuk. Úgy, ugye, így és így. Gyerekek, hát ez nem tudom, ez nagyon easy-nek tűnik, szóval lehet, hogy nem feltétlenül kéne így, de ez nagyon könnyű. És ez nem tudom, mikor lesz ennek vége, de ez brutálisan könnyű. Most itt is csak annyi, hogy végig kell itt menni, és itt egyenlőfelően ugrálni is lehet, mert ez nagyon easy. Elméletileg kijátszottam. Azt mondja, hogy kijátszottam. Tapsoljuk be magunkat, szép volt Magyarország, hajrá magyarok, ma lesz a magyar meccs. Szerintem megpróbáljuk ezt a mapot újra végigjátszani, mert 161 másodperc az mondjuk nem olyan sok, de ennél talán tudunk jobbat, és ez az első szoba is szerintem sokkal gyorsabban vittem végig, mint az előtti végigmenetelbe, illetve ezt az első hármat is már 20 másodperc alatt végigvittem, és ennél ez szerintem sokkal jobb, mint az előző. Amúgy kicsit meg vagyok fázva, szóval lehet, hogy érzékeltitek ezt a hangomon, és majdnem leestem, de remélem, hogy ez nem fog titeket zavarni, hogy én mit meg vagyok fázva. Na, itt átjumpolunk. Ó, hát még 50 másodperc, vagy mennyi? 50 másodperc sem telt el, de szerintem már a felén túl vagyunk, és majd jön még az a pálya, az a szürke, ami nagyon easy. Hát most nézd meg, ennyit kell csinálni, át kell rajta futni tőből egyenesen. Valamilyen szinten ez nem megerőltető annyira, hogy ezt ne lehessen végigvinni. Szerintem, hogyha nem esünk le, akkor 160 másodpercben bőven benne leszünk. 100-ban, hát azt nem hiszem, azt kétlem, hogy 23 másodperc alatt ezt végig is csinálnánk. Szóval én azt nem, főleg úgy, hogy majdnem leestem most. Így szaladunk, és így. Így, és megint majdnem leestem, de nézzük, meg lesz a 100 másodpercen belül. Szerintem nem, és lesz. A rohanunk, rohanjál. Figyeld, azért úgy vittem végig ezt a részt, hogy be se nyomtam a shiftet. Oh my god! Shut up! Na, büntetőszoba! Gyerünk! Fel kéne perülni! Bum. 20 másodpercet elvett az életünkből ez a sietség. Lehet, hogy nem kéne ennyire sietni. Mert akkor talán tovább jutnánk. És igaz, hogy nem dönteném meg annyival a rekordunkat, de viszont végig játszanánk. És mondjuk ez itt elég könnyű, szóval ezt megcsinálom One Speed-del. És legyen leesek, miért csúszok le, nem már. Amúgy lassan szeretnék csinálni vlogokat, úgyhogy vannak már vlogos elképzelések, illetve a hétvégén fogjuk felvenni valószínűleg a focis kihívásos videót is. Szóval vlogokhoz írjatok ötleteket nekem, amiket szeretnétek szívesen látni. Kihívások is lesznek szép számban, szóval Baluval és Milánékkal, Tomiékkal lesznek nem focis kihívások is, hanem feltétlenül mondjuk vlogok, csak én nagyon itt ilyen időgrangosan vannak, hogy hát ha leesik, és akkor azt meg kéne, ki kéne küszöbölni, hogy ne essünk le. Nagyon furra szavakat használok, szóval az irodalomból szült szavakat használom a videóim elkészítéseihez, amiknek nem tudom mi értelme van, és nem tudom miért fogalmazok ennyire szépen, úgyhogy ja. Na, itt menjünk szépen végig, és szerintem ez is sokkal jobb lesz, mint a rekordunk, csak ne úgy essünk le, mint az előbb bemutattam nektek, mikor már eléggé jól álltunk, eléggé jól állt a malmunk, vagy nem tudom ezt hogy szokták mondani, de én képes voltam leesni. Azt hiszem pont itt, vagy nem. Biztosan akad olyan pillanat, amikor én ki fogok akadni. És ez szó ismét les volt, amit az irodalomban nem lehet. Tök durva, hogy így először végigvittük a pályát, és utána meg csak meghalunk, de igazából az is igaz, hogy most már úgy kapkodok, szóval nézzétek meg, hogy úgy megyek végig az első szobán, hogy nem is nyomom a shiftet, hogy egyhuzamban full előre futás közben csinálom meg ezt a cuccot, és ez mondjuk így lehet, hogy nem is olyan biztonságos, mint hogyha lassan és biztonságosan mennék. Na, ezt is látjátok, simán átugrott. Most mehetnek itt végig ezen a cuccon, de hát nézd meg, átugrom és ennyi. És boldogság és babinóni. Jó? De most szerintem megegyezek magammal. Most itt egyeztetek magammal, hogy lehet, hogy nem kéne annyira előre rohanni, mint ahogy az előbb tettem, és le is estem szépen. Azt hiszem itt. Igen, itt csúsztam le. Jó, itt végig futok, itt ne sértődjetek, meg itt végig fogok futni. Illetve itt is. Szevasz csótány, majdnem leestem, oh my god, it's me. Tényleg visszatérve az előzőre, hogy azt mondta a pálya, hogy nem szabad rage-elni.
Lehet, hogyha még egy picit csinálom tovább ezt a cuccot, akkor lehet, hogy ki fognak fakadni a rage-elős érzéseim. Habár ez nem egy nehéz, hogy én itt végig parkúrozzak. Ez a pálya kicsit könnyű. Szóval eléggé könnyű ez a pálya. Nem is tudom, hogy miért választottam ezt. De viszont Pityuval is lesz majd mapvégigjátszós videó. Csak keresnünk kell olyan pályát, amit szívesen látnánk videóba. Illetve úgy érezzük, hogy nektek is jól jönne az a pálya, hogyha azt végigjátszanánk. Nem úgy, mint egy tutorial, hanem csak úgy, hogy ez egy pálya is. Ez nem tudom, milyen alaknál, hogy milyen szívre hasonlít, vagy nem? Vagy egy rosszul kinőtt almára? Alma samára? Megpróbálunk még egyet, egy utolsót megpróbálunk még egyet javítani. Habár nem tudom, hogy mennyire kéne, mert mondjuk így veszi az időnket fel fölöslegesen ez a pálya, amelyet, hogy már csinálnék nektek még több videót. Egyes pálya részleteket. Oh my god, oh my god, és lezsúsztam 31 másodperc alatt 4-et tudtunk kivinni, ami azt jelenti, hogy én meg szeretném köszönni a figyelmet. Hogyha tetszett ez a pálya, és tetszett a videó, és szeretnétek még ilyen mapvégigjátszós videókat, akkor dobjatok le egy lájkot, iratkozzatok fel, és osszátok meg. 1500 lájk után jön a következő rész, én Baluka voltam. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!